Elkapta a koronavírust a vásárhelyi polgármester, pozitív lett a Covid-tesztje Márki-Zay Péternek. Fűtés és melegvíz nélkül télvíz idején, egy hónapja fagyoskodnak a 10 lakásos társasházban. Egyként mozdult meg a város a 3 éves beteg kislányért, Viki apró lépésekkel halad az önálló járás felé. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Az elmúlt 24 órában 14.890 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Magyarországon, 8.039-el többet, mint egy nappal előtte. A hivatalos portál adatai szerint korábban még egyszer sem fertőzöttek meg ennyien. Csongrád-Csanád megyében csaknem 300 új fertőzött van. Hódmezővásárhelyen is folytatódik az oltási akció csütörtökön és pénteken délután, szombaton 10 és 18 óra között a kórházi oltópontokon, valamint január 21-én és 22-én a vásárhelyi háziorvosi körzetekben, a Bajcsi-Zsilinszki, a Nyizsnyai, a Lázár és az Agyag utcai rendelőkben, továbbá a Széchenyi téri, a Pető utcai és az Andrássy úti háziorvosoknál. Elkapta a koronavírust Márki-Zay Péter, Vásárhelyi polgármester, az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje is. A politikus erről közösségi oldalán számolt be. Hajnalban érezte, hogy kapar a torka, ezért elvégzett egy tesztet, ami pozitív lett. Enyhe megfázásos tünetei vannak 3 oltás után. Márki-Zay azt is írta, lemondta a programjait, karanténba vonult, és otthonról dolgozik a kormányváltáson, hogy 5 nap múlva egy negatív teszt birtokában újra kezdhesse az országjárást. Csak a szerencsém múlott, hogy nem maradtak étel nélkül a vásárhelyi iskolások. A kormányhivatal illetékes hatósága kedden ugyanis felfüggesztette a vásárhelyi közétkeztetést ellátó Prisma Food Kft. Serháztér utcai telephelyét. A cég ügyvezető helyettese Boros Attila szerint a kormányhivatal észrevételei jogosak voltak, azonban ők már ezekkel a problémákkal együtt vették át a konyhát, és annak felújítását is megkezdték. Ha a közétkeztetést ellátó cég nem szolgáltatna a közeli településeken is, szerdán több száz vásárhelyi tányérja üresen maradt volna. Penészesedés, beázás és nem megfelelő szellőzés. Ezekkel indokolta a kormányhivatal a Serháztér utca 6 szám alatti vásárhelyi konyha bezárását. A helyzetre Boros Attila, a Hódmezővásárhelyi közétkeztetést ellátó cég ügyvezető helyettese reagált. Válaszában kiemelte, hogy a hatóság észrevételei jogosak, azonban a problémák nem új keletűek. Tudomásul kell venni, hogy cégünk ugye január 1-én kapta meg ezt az épületet, tehát tulajdonképpen 12 nappal a hatósági ellenőrzések előtt, és ezek a hiányosságok, ezek évek óta jelen vannak a konyhán. Tehát mi, ahogy informálódtunk, a szellőzőrendszer közel 4 éve nem volt beindítva, tehát akkor romlott el, és a beázás is már egy régi keletű dolog. Boros Attila hozzátette, hogy a serháztéri konyha felújítása szerepelt is az önkormányzattal kötött szerződésükben. A kivitelezést már meg is kezdték, csak a hideg időben lassabban haladnak az építési munkálatokkal. Elkezdtük ezeket a problémákat elhárítani. Ugye a nehézséget azért az okozta, hogy nem volt tudomásunk arról, hogy a hatóság mit tervez, és ugye a tegnapi nap folyamán kaptuk meg a bezárás, a konyha bezárásának a határozatát, az idéglenes engedélyének a visszavonását. Az ügyvezető helyettes hozzátette, hogy ha az időjárás is engedi, 2 héten belül felújítják a serháztéri helyiséget, addig azonban megmaradt helyi konyháik nagyobb kapacitáson működnek, és egy orosházi főzőhelyről is szállítanak majd ételt vásárhelyre. December 16-a óta nincs gáz, így fűtés és melegvíz sem egy Betlen utcai társasházban Hódmezővásárhelyen. A lakók hordozható villanymelegítőkkel próbálnak túlélni a jéghideg ingatlanokban, fürdővizüket pedig többen indukciós főzőlapon melegítik. Páran átmenetileg el is költöztek, mivel a lakások esetenként 10 fok alá hűltek. Több mint egy hónapja nincs fűtés és melegvíz ebben a Hódmezővásárhelyi társasházban. Kaputelefonon beszéltünk az épület lakóival, volt, aki úgy fogalmazott, hogy a helyzettől már annyira kimerült, hogy nem tud róla beszélni.
Végül a társasház közös képviselője mesélte el a folyamatot, ami elvezetett odáig, hogy a lakosok főzőlapokon melegítik a fürdővizüket, és hősugárzókkal is alig érik el a 10-11 fokot lakásaikban. Egyik lakó a gázorán a szivárgás részsel, kihívta a dégázosokat, megcsinálták az óra körül a javításokat, pakolt összefele éppen, és bejelzett a műszer. És akkor derült ki, hogy a alattalakótól, ahogy jön fel a cső, ott találtak valamit. És akkor úgy döntöttek, hogy elzárják a gázt, le is várták a vezetéket. A lakóknak azonban nem csak a hideggel, hanem a jelentős anyagi terhekkel is meg kell küzdeniük az elhúzódó folyamat miatt. A villanyszerelő 350 ezer forintot kért, az órák le- és felszerelése lakásonként 36 ezer forintba került, és a gázszerelő díjait pedig még nem is tudják a lakosok. Megkerestük az ügyben a szolgáltató MVM-et. Válaszukban kiemelték, hogy amint az ábrán is látható, a szivárgó vezeték javítása a társasház felelőssége, azonban amint megtörténik a hálózat biztonságossá tétele, társaságuk azonnal soron kívül intézi a műszaki felülvizsgálatot. A javítási munkálatok várhatóan hétfőn véget érnek a Betlen utcai házban, a szolgáltató ezután kezdheti meg az órák visszaszerelését. Lezárultak a bértárgyalások a MÁV Volán csoportnál. A munkáltató és a kollektív szerződést kötő szakszervezetek megállapodtak arról, hogy a 2022. évi 10%-os béremelés legkisebb mértéke a minimálbér növekedése miatti bértorlódások elkerülése érdekében 40 ezer forint lesz. A bérintézkedések azonban nem vonatkoznak a MÁV valamennyi munkavállalójára. Ezt nehezményezi a mozdonyvezetők országos szakszervezete. Így a Hódmezővásárhely-Szeged között közlekedő tramtrén szerelvények vezetői is eleshetnek a béremeléstől. Magyarország első vasútvillamosait irányító mintegy 40 mozdonyvezetőt is képviselő MOSZ továbbra is fenntartja követelését a 2021. évi reálkeresett veszteség kompenzálására, ezért nem írták alá a megállapodást. Céljuk elérése érdekében munkabeszüntetésre készülnek, melynek részleteiről február 2-án döntenek. A sztrájk érintheti a vasútvillamosok közlekedését is. Egy emberként fogott össze a város egy 3 éves beteg kislányért. A csecsemőkori agybénulásra küzdő Viki fejlesztése meghaladta a család anyagi lehetőségeit, ezért a szülők segítséget kértek és kaptak. Egyének és szervezetek is támogatták őket, így az előzetesen kalkulált 1,8 millió forintból már 1,5 millió összegyűlt. Voltak, akik készpénzzel vagy kupakok gyűjtésével, más pedig speciális terápiás lehetőség felajánlásával járult hozzá a célzott gyógyításhoz. Ugye? Azaz! Ügyesen! A rendszeres mozgás nagyon fontos Viki életében, akinek ezzel a szobai eszközzel a nagy hidegben sem kell lemondani a sétáról. A 3 éves kislánynál csecsemőkori agybénulást diagnosztizáltak. Nem tud önállóan járni, fejlesztése ezért speciális terápiát kíván, amelyet az erre szakosodott Sólymári Borsóházban kap meg. Ennek a költségeit a szülők már nem tudták egyedül finanszírozni, ezért segítséget kértek és kaptak is. Egyének és szervezetek is a nemes ügy mellé álltak. Célba ért ez a felhívás, nagyon sok segítséget kaptunk, és nagyon szépen köszönöm ezúton is mindenkinek, mert hát nagyon meglepő volt, hogy ilyen gyorsan összegyűlt az összeg. A kupakokat továbbra is gyűjtjük, és hát megyünk a Borsóházba. Előzetesen a család 1,8 millió forint támogatási összeggel számolt, amiből már összegyűlt 1,5 millió. A folyamatosan felmerülő költségek miatt a felhívás nem zárul le, a szülők továbbra is szívesen fogadják a segítségnyújtást. Arra is van példa, hogy valaki rendszeres kezelést ajánl fel. Ez egy érterápia, hogy így a sejteket oxigénhez juttatja, ilyen mágneses kezelés, megnyitja a nehezen működő hajszálereket igazából, és nagyon jó lesz, és már most van hatása, hogy Viki jobban alszik, jobban eszik, és nagyon jó kedvű még mindig. A számtalan önzetlen felajánlásnak köszönhetően tudta a család megvásárolni azt a botot is, amely az önálló járás felé vezető úton a következő fázist jelenti Viki terápiájában. A szülők már alig várják, hogy ez a gyógyászati segédeszköz megérkezzen Németországból, és a kislány kipróbálhassa. Én nagyon bizakodó vagyok, és szerintem a 2022-es évben mi évünk lesz.
Nem lehet elég korán elkezdeni, ezért már a zömében kiscsoportos óvodások is ismerkedhetnek a népi hagyományokkal, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, főleg játékos formában. A Kankali Néptánc Együttes utánpótlás nevelési szándékkal is indított heti foglalkozásai szeptemberben kezdődtek a Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola tornatermében. Akik érdeklődnek a magyar népi kultúra iránt, azok még bekapcsolódhatnak a képzésbe. Tornák vannak meg ilyen zenék, és én szeretek énekelni. Szabó Tamás azt összegzi, miért szeret ezeken a néptáncos foglalkozásokon részt venni a kertvárosi iskola torna termében. Bár mindenki másban leli örömét, az óvodáskorú gyerekeket itt a magyar népi kultúra iránti nyitottság köti össze. Mostanában nagyon sok az emberekben a félelem, elszigetelődtünk egymástól, elidegenedtünk, ezt nyilván a gyerekek is érzik. És ezeknek a foglalkozásoknak az a lényege, hogy a játék, a nevetés és az ének hangosabb legyen, mint a félelem. Hey, Gyula, 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 szóla, Gyula, Gyula, Gyula. A lurkók a mondókákon és a játékokon keresztül szinte észrevétlenül sajátíthatják el a népi hagyományokat és a néptánc alapjait. Nagy György Anna a kicsik figyelmét az Így tedd rá módszert alkalmazva ragadja meg, amely a gyermekközpontúságra és a játékélmény felfedeztetésére épít. Közben pedig a Kankalin utánpótlás nevelése is fontos szempont. Most már ezért készülünk a Kankalin 60-as gálára, ami június végén kerül megrendezésre, de én azt mondom, hogy mivel olyan a szemlélet ennek a módszernek, amivel dolgozunk, hogy nagyon gyorsan felveszik a lépést a gyerekek, még ilyen márciusig bőven, tehát be tudjuk fogadni az újonnan érkezőket is. Mivel ezeken a heti foglalkozásokon a gyerekek főleg rábaközi játékokkal foglalkoznak, ezért a kicsik elsősorban ezekből mutatnak majd be egy fűzért a közönségnek a Kankalin jubileumon. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, csütörtökön 17:30-kor is számítok a figyelmükre, viszontlátásra!